Na, üdv újra a Trine-ban! Megyünk a katakombákba! Wo sind wir? Wir sind unter der Astralakademie. Niemand war in den letzten Jahrzehnten hier. Haha! Mein Schwert soll uns auf dem Weg anführen! Folgt mir! Aha. Na, milyen szép a napsugarak, hogy besütnek és dinamikusan, tök jó beszűrőnek a napfények. Ez nagyon tetszik. Szeretem az ilyen apróságokat. Na, gyere! Gyere, te jó munkás ember. De furcsa, hogy itt nincsen zene. Az előző pályával és a főmenüvel ellentétben ezen a pályán valamiért nincsen zene. Egyébként pont az a másik. Hallak? Majdnem! Pont az a másik tulajdonsága a játéknak, amit én iszonyatosan szeretek, ami rögtön megfogott, az a pont a soundtrack, tehát a játék zené, ami szerintem gyönyörű, nagyon-nagyon szép. A Frozen Byte az nagyon magasra tette a lécet ez a játékkal a platformerek világában. Na, itt szerintem jól is fog jönni a dupla doboz. Tudok még egyet? Így, és akkor... Na, ugorj már rá! Ugorj már rá! Az Isten áldjon meg! Hát akkor ne ugorjál rá! Kicsit arrébb rakom, akkor talán... Aha! Így, és... Csak nem érem el. Alternatív ötlet. Ha én nem jutok oda, ők jöjjenek ide. Ott lebeg egy doboz, de szerintem... És remélem, hogy azzal nem lesz dolgunk. Most ezt nekem... Állj! Mi van, hogyha... Aha, látjátok? Rájövök én. Nem! Ja! Ne, nyugodj meg! Itt van még egy íjász. Nyugodj meg! Mi van itt fönn? Csodás. Ott van egy gomb. Arra rá kell álljunk. Na most! Na most! Tényleg, hát a lovag az ki tudja védeni ezeket a tüzes projektileket a shield-el, nem? Hát próbáljam meg! Így! Aha! Jaj, de jó! Ezt el is felejtettem. Na, így viszont... Jó, akkor ilyen helyeken mindig a lovaggal fogok menni. Mechanikus szerkezet, ás visz... a súly működteti, értem. Hallottam a csontit, valahol itt van, így garázdálkodik egy. Na most, nekem az ott kell. Köszi. Valahol itt garázdálkodik egy csonti, hát hallom. Hol vagy? Mutasd magad. Na gyere, játsszuk le. Bam! Nyertem. Cserébe jön még egy. Semmi gond. Hiászotok is van. Semmi gond. Nekem is van. Aha, aki mellélő. Ha-ha. Igen. Ezt is tudom lebegtetni. Jó, először felmegyek fönti platformon, megnézem, hogy ott mi van. Ez fontos. És akkor... Várjunk csak? Nem? Aha. Sejtem, mi lesz itt. Ez kell ide... Neki... Látjátok? Így. Állj. Majdnem. Ez nem olyan egyszerű ám oda feljutni. Na most. Oho. Fúj! Puk! Állj, te láda! Na,
talán megtaláltad a manát biztosító amulettet. Oké. Biztos. Ujjj! Mentési pont. Ó, oh, boss fight, boss fight! Ne. Oh! Aha. Hol kell ezt megütni a Ja, a fején. Oké. Minden világos. Headshotot kell neki adni. Oho. A csajt óvnom kéne. Mutasd a fejed. Hoppá. Ráugrottam a fejére. Viccesen nézett ki. Hú, mekkora dög volt ez. Nem semmi. Túl vagyunk az első boss fighton. Itt is van egy láda. Megtaláltad a titánok ereje képességet a lovagnak. Micsoda? Emeld a pajzsot és aktiváld a gravitációs mezőt a tárgy felvételéhez. Mi van? Emeld a pajzsot. Aztán... Na nem már! Ha-ha! Egy tiszta portál! And the portal gun. De érdekes. Hogy? És egyszer el tudom tolni a kettőt. Na itt már amúgy már van zene, ahogy hallhatjátok. És akkor ezt a képességet meg kell jegyezzem. Aha! Ezért volt ez nekem jó. Ajjajajajajajajaj, majdnem. Mi van, hogyha ezt én... Akkor fixen ott marad. Ez túl magas, nem jó. Ja? Nem látom a fától az erdőt. És akkor most elvileg már föl tudok menni. Aha, mégsem. Vagy... Nem. Van még egy ötletem. Kíváncsi vagyok valamire. Igen. És ha én... Ez az, ezt akartam elérni, oké. Most ott van egy ilyen cucc, ami nekem kell. És akkor ide viszont kell építsek. Egy nagyot. Aha, ezzel nem számoltam. Ijjajjajjaj! Aha, jó, ezt elszúrtam. Jó, oké, megyünk len, oké, értem.
Megye! Az itt a baj. Ugye semmi nem támasztja ki. De mi van akkor? Aha, aha. Pontosan mi van ekkor? Ez az, szép volt. Hogy leesett. Megint túl bonyolítottam. Általában sokszor elkövetem azt a hibát, hogy egy viszonylag egyszerű puzzle túl bonyolítok. Ha, van shieldem. Ez egy kicsit veszélyes helyen van az a tapasztalati pont. Várjunk csak. Ó, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, nem esik le, oké. És akkor... Így lesz a tökéletes. Így is jó. Jó, most nem hozom ezt a tapasztalati pontot, mert... nem ér meg egy halált. Ó! Oh! Hoho! Hú, de megijedtem. Jól van. De állat, eszméletlen jól néz ki. Nagyon durva. Hallottam? Aha. Hányan vagytok? Nem. Hogy kapaszkodik ott a platformra? Na most leesett. Nem. Headshot. Oda. Föl tudok menni, jó. Tökéletes. Tökéletes. Az öt mentési pont. Köszönöm. Itt mi van? Ez nekem... gyanús! Gyanúsan üres itt ez a tér. Tehát oda... oda föl kéne jutni. Aha. Ott az ellensúly hátul. Aha. Jó. Akkor lényegében itt annyit... Áh, és itt vannak a súlyok! Oké, érteni! Haha! Nem rossz. Fizikai puzzle. Igen. Wow, 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 hey, 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 hey! Hey! Jézusom! Így. És akkor ezen föl fog emelni, ugye? Gyerünk, még egy picit, még egy picit, még egy picit. Jó lesz az! Tökéletes. Hát ennek szerintem... Hát ez micsoda? Várjunk csak. Wow! Ezzel a tüskés izével akartam megölni a pókot. De szerintem ezekkel csak a mozgó flat platformokat tudom rögzíteni. Vagy nem? Hát... ezek... most nem tudom mire jók ezek a szöges, tüskés valamik. Ejha. Átlag.
Nagyon jó. No, hát itt pedig egyszerűen szerintem föl tudunk menni varázsló segítségével, így van. És oda pedig ide lehet ezt rögzíteni? Tökéletes. És oda is kelleni fog egy. Jaj! Na. Fúj! Ja, hát ez csak tapasztalati pont volt. Oda pedig... Éj. Most... Jó, arra kell, jobbra kell tovább menni. Jó, akkor viszont annyit módosítok a dolgon. Ó, oh, hogy az a blablablablabl. Ah, pont attól féltem. Try again! Igen, az most ott eltűnik. Reméltem, hogy a kisebbik tűnik el. Hogy tudnám minél közelebb... Most elvileg... Most rögzült, oké. Kinyitjuk. Megtaláltad a mana fiolát. És ez nekem... Felszerelés! Mana fiola. Automatikusan visszaállítja a mana 30%-át, mikor viselője elhasznál ennyi mannát. Csak egyszer használható, de az ellenőrző pontonál újra töltődik. Aha. Azt mondja, mágus gyűrűje 5%-kal megnöveli a maximális mana mennyiségét, más mana bűbályokkal felhalmozható. Bűbály? Jó. Mannát biztosító amulett viselőjének visszaállítja a mannáját, de csak akkor, ha mana nincs használatban. Egy egységnyi mana kerül visszaállításra minden megöl szörny után. A csaj... Na várjunk csak, de akkor a csaj mikor használ mannát? Lövésnél? Nem, lövésnél nem használ. Ez érdekes. Jó, majd később biztos ki fog derülni. Aha. Hát itt... Micsoda? Oda föl? Hát onnan nem tudok... Jaj, de ezek mérlegszerkezetek! Aj, de szemét! Értem. Így! Jó, a tapasztalati pontot ott hagytam, tudom. Annyi szem... Das an! Es muss das Grab sein! Ja, du hast recht. Das ist das Grab des Hüters. Es hat überall Inschriften. Ich brauche Zeit, sie zu entschlüsseln. De ugye ez most nem olyan idő lesz, hogy akkor védje meg a varázslót, amíg ő dekódolja az üzenetet. Nem is remélem. Jó, megtaláltok a sírt. Azt hiszem, az a játék végén fog csak bekövetkezni. Jól eldugott helyen van. De akkor most hova menjünk, hova menjek, hogyha megtaláltuk? Ez volt a célunk, hogy megtaláljuk a sírt. Oké, a varázslónak kell idő dekódolni a szöveget, oké. De akkor most miért menjünk tovább? Hát mindegy, tovább megyek. Majd csak történik valami. Als der Zauberer die Inschriften entschlüsselte, tauchten Legenden von Artefakten auf. Es waren einmal drei Hüter, die jeder ein Artefakt beschützten. Der Trine war ein Artefakt der Seele und der Gerechtigkeit, sowie Katalysator guter Kräfte,
die schweigend geholfen haben, junge, gutherzige Zauberer in der Astralakademie aufzuziehen. Die beiden verbliebenen Artefakte wurden nur flüchtig erwähnt. Das zweite Artefakt, dem man Verstand und Macht zuschrieb, wurde in dem großen Schloss in der Mitte des Königreiches gelagert. Aha. Na, ez érdekes. Sárkány sírkert. És itt lehet látni, hogy mennyit haladtunk. Hát, hogyha... Aha, most vagyunk itt. Ez a sárkány sírkert. Most az egész mapot át kell szelni, hát az igencsak hosszadalmas lesz. Na mindegy. Es macht jetzt alles Sinn. Unsere Seelen sind mit dem Artefakt verflochten und unser körperliches Dasein ist das einfache Abbild unserer Seele. Ich bekomme von diesen ganzen Kämpfen Hunger. Warum hörst du mir nicht zu? Das ist aufregend. Wir müssen schnell zum Schloss. Und dies ist der Weg. Drachenfriedhof. Wir gehen da entlang, wo anstelle von kleinen Skeletten große liegen. Was werden wir tun, wenn sie lebendig werden? Es ist der schnellste Weg zum Schloss, mein Liebling. Vertraue mir. Hát igen. A hölgy az jól mondta. Nem biztos, hogy okosat lett, de hát ugye ez a legrövidebb út a kastélyhoz. Na jó, oké, tehát sárkány, sírkert. Ezt a következő részben fogjuk megnézni. Remélem tetszett a Katakombák pálya, ha igen, nyomj egy lájkot és csatlakozz legközelebb, és innen fogjuk tehát folytatni a Trine-t. Köszönöm szépen a figyelmet, és várlak vissza benneteket. Sziasztok!